Karcagváros kultúrájáért díj, Palóc Társaság pályázatán vettek részt, fejlesztések az 5-ös számú egyéni választókerületben, fejlesztések Tiszaroffon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 22-én 18 óra 5 perckor. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete a Karcagváros kultúrájáért díjat adományozta Barta András fafaragó, népi iparművész, magyar nóta énekes részére. Barta András 1952-ben született Karcagon. A népművészet iránti szeretetét a környezetében lévő tárgyak, használati eszközök ihlették. A szülei tanyán éltek, és azok a mindennapi eszközök, tárgyak, amelyeket ők használtak, és mindennapi tevékenységükhöz igénybe vettek, az András művészetére hatottak. Én lányaimnak is csináltam egy bölcsőt, mikor még kicsik voltak, bele is fektettük őket, egy darabig voltak és a bölcsőbe. Aztán elkérték tőlem Budapestre, ott egy kis hölgy, egy ismerősenek oda, orvosnak adtam ide a Karcagi kórházba, elvitte, két évig használta a lánya, visszahozta, és megvan még tovább, és hát ritka már, ez unikum már ez is szinte, hogy valaki bölcsőbe ringjon. A tanult szakmája egy kihalófélbe lévő szakma, faesztergályos. Az esztergált darabokat kiegészítőként használták a bútorgyártásban, például a lábak és az összekötő gombok. A nagy Karcagon egyébként nem nagyon voltak soha nagyon díszes székek, a festett székek, vagy nagyon szerény, egyszerű faragású székek voltak. Én ezt az egyszerűséget ápolom tovább. Itt most csináltam a lányom neki garnitúra bútort, amely egy nagyon egyszerű csigás, barokkos stílus. Diófából, amelyet sajnos már nagyon keveset lehet lelni a kertekbe, ugyanis kiszáradnak a diófák. Még abban az időben jó néhány rönköt vettem meg, pár ezer forintért, manapság már nagyon drágán adják. Még volt egy kevés diófám, amiből csináltam a lányomnak. Tehát saját stílus, tehát olyan, hogy én találtam ki, olyan nem nagyon létezik már. Meg volt már régen, és legfeljebb átvariáltam egy kicsit. Tehát tettem hozzá, vettem el belőle, és ez a hagyomány, ez még szeretném sokáig, hogy megmaradjon itt. Sajnos, hogy a mai fiatalok nem nagyon csinálják már ezt a szakmát. Szakmán szerint én fajesztelgazással kezdtem a szakmát, nincs, aki ezt csinálja a városban. Sőt, országosan sem nagyon van ilyen. A faragást, ezt is Karcagon nagy hagyománya nem volt neki, legfeljebb a fejfa, meg a kopjafa, talán inkább a fejfa és a kunkapu, ez volt. De ez sem nagyon csinált. Andrási Miska barátommal csináltunk itt a városban már néhányat. A fejfát, jó néhányat csináltam a temetőbe. Ez az, ami még él, de ez is kihalófélben van. Sajnos, hogy nincs, aki csinálja. A szakmai tudás ismeretében kezdett el faragással foglalkozni. Megismerte a technikáját, stílusait, motívumvilágát. Ezeket a tárgyakat rendszeresen zsűriztette. Ennek eredményeként 1996-ban népi iparművész lett. Mit jelent nekem a felmegmunkálás? A fő igazgató úr azt mondta, hogy a népi kultúra és annak ápolása mennyire fontos feladat, meg a helyi kultúra ápolása úgy szintén. Én úgy érzem, hogy az elmúlt időszak alatt, megértem már jó néhány évet, iparkodtam a helyi kultúrát ápolni. Nagyon gazdag a helyi kultúra, mindig is az volt, olyan például a fafaragás is, gyönyörű, szép kunkapokat lehet látni a városba, most újabban már újakat is lehet látni, akkor a fejfákat a temetőben nagyon szépek, én jó néhányat csináltam ott a temetőkbe. Ennek a fennmaradása, megmaradása nagyon fontos számunkra, úgy gondolom. A másik pedig a éneklés, a nóténeklés, és azt hiszem, hogy lehet emlékezni rá, hogy fiatal korunkban milyen sokat jártunk disznótorokba, lakodalmakba, összejövetelekkor énekelgettünk sokat. Ebből táplálkozik ma is a nóténeklés. Ez is hozzátartozik a kultúránkhoz, ezt is műveltem az elmúlt időszakban elég sokáig, még ma is remélem, hogy még sokáig fogom ezt csinálni, énekelni. Barta András így van magáról.
Úgy gondolom, hogy munkámmal elősegítem a népi kultúra fennmaradását, a fiatalokkal annak megszerettetését, hogy ez a csodálatos világ ne vesszen ki, ne tűnjön el. Ez szolgálja a Nagykunsági Népművészek Egyesületében folyó munkám is. A másik hagyományért, ennek fennmaradásáért is serénykedem, ez pedig a magyar nóta, nótaénekesként. A karcagi nótásfiúk közkedvelt tagja, 1985-től tagja a Jász-Nagykun Szolnok megyei Népművészeti Egyesületnek, a Nagykunsági Népművészek Egyesületének alapító tagja. A Szent Annai Sámuel Református Középiskolában Gyermán János Tamás szaktanár tanítványai újabb sikereket értek el egy történelmi versenyen. Velük beszélgettünk. A Palóc Társaság indította el a kárpát-medencei középiskolások számára ezt a pályázatot a Felvidék Kárpátalja, Erdély, Őrvidék, illetve a magyarországi diákoknak. Több diákom indult el, itt kint a 9-esettől kezdve, tehát indultak el. Ramosa lesz 9B, Jónás Tíme a 9B osztályos tanuló, Subó Vasó a 10A osztályos, Nagy Zsolt, illetve Tóth Zsolt 10B osztályos tanuló, Szekér Bence 11B, és Szűcs Petra Veronika 11A osztályos tanuló is szerepelt. Nem könnyű témákat ölel fel a pályázat, hiszen tartalmazta az anyanyelvi kultúrát, a magyarság tudatnevelését, továbbá részét képezte a pályázatnak a trianoni békediktátum. Nem könnyű témákat ölel fel ez a pályázat, hiszen itt tartalmazta esetleg az anyanyelvi kultúrát, a magyarság tudatnevelését, továbbá részét képezte a pályázatnak a trianoni békediktátum, amely igazából elsősorban az elszakítottság érzését, meg az összetartozás érzését próbálta a magyar gyermekekben tudatosítani. A járvány veszély miatt nem sikerült megtartani a díjátadót, de az eredmények ismertek. Két Szent Anna is diák külön díjat kapott. Büszke vagyok a diákokra, hiszen a 7 diák közül 2 diákon külön díjas helyezést ért el. Most a koronavírus járvány következtében most a díjátadót jelenleg törölték. Később időpontban, júniusban kerül erre sor az oklevelek és a jutalma kiosztására. A diákok a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjából írtak pályamunkát. Népszerűbb történelmi munka igazából itt a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjából írt pályamunka, tehát a magyarországi kommunizmus történetét mutatják be, illetve a trianoni békeszerződésről is szoktak írni. Továbbá volt egy tanítvány, aki például az erdélyi kézivásárhely történetét mutatta be. A diákoknak a szaktanár azt tanácsolta, hogy végezzenek kutatómunkát, interneten, tudományos szakkönyvekből, folyóiratokból gyűjtsenek anyagot, továbbá a saját gondolatukat is fűzzék a pályázatba. Ramos Alex eredményesen vett részt a pályázaton, a trianoni békeszerződésről írt. Én a trianoni békeszerződésről írtam. És miért pont ezt választottad? Hát, mert nekem így ezt tetszett meg. Beszélgetni szoktatok esetleg a családban erről, vagy ismerősökkel? Hát, szoktunk így beszélgetni. Találtál hozzá sok anyagot? Hát, kellett keresgélni könyvekből, internetről próbáltam lehozni anyagot, és így összejött. És amikor elkészült, akkor tanár úrnak megmutattad, ő mit mondott? Megmutattam, és azt mondta, hogy rendben van. Mi a kedvenc tantárgyad? Tesi. Tör. Ezek. És milyen pályára készülsz majd? Hát itt elvégzem az iskolát, és lehet még megyek tovább gépészmérnöknek. Nagy Zsolt gépész tanuló, de fontos számára a történelem, ezért indult a versenyen. Már általános iskolába is mindig érdekelt a történelem, és vonzott az, hogy mi volt esetleg hazánkkal kapcsolatos dolgok, amik történtek a múltban, miért így történt, stb. A pályázatához háttéranyagot interneten, tankönyvekből, könyvekből, különböző szakdolgozatokból keresgélt hozzá. Próbáltam ugye interneten is keresgélni, hát a több mindent találok a tankönyvekből, könyvekből, különböző szakdolgozatokból esetleg, hogyha úgy volt, mindenhonnan próbáltam azért információt kiszedni. Próbálta a lényegeket kiszedni ezekből, és a saját maga módjára átformálni a mondatokat, ami külön díjat hozott számára. Érettségi után gépészmérnökként tudja jövőjét elképzelni. Szeretnék gépészmérnök lenni, mert látom ebbe a jövőt, meg magamat is el tudom ebbe képzelni. Szeretem a mezőgazdaságot, szeretem, amit csinálok, és... Szereti magából kiírni azokat a dolgokat, amik benne lakoznak. Nem áll tőlem messze, mert igazából szeretem magamból kiírni azokat a dolgokat, amik így bennem lakoznak. Ez úgymond megnyúvást nyújt nekem, és az is jól esik néha, hogy sokan ezért akár megdicsérnek.
akár a szavalás is nagyon közel áll hozzám, nagyon szeretek szavalni, igazából az irodalmi témák, versek is közel állnak hozzám, például Petőfi, Arany János, ugye nagyon sok vers van, amit igazából kedvelek is. Saját versei mind személyesek, nem szokott a nagy közönségnek írni. A téma akár lehet szerelem, vagy éppen aktuális érzés, ami benne lakozik. Stúdiónk vendége volt dr. Pintér Zoltán Árpád önkormányzati képviselő, gimnáziumi tanár, aki a 2020. októberre óta tartó képviselői munkájáról, az 5-ös számú egyéni választókerület fejlesztési eredményeiről, a kerületet érintő fejlesztésekről és beruházásokról, a távlati tervekről, valamint a közérdekű területen végzett feladatairól, eredményeiről, megvalósításra váró terveiről is beszélt. Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, gimnáziumi tanár, önkormányzati képviselő. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Magam is tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. 2020. szeptemberében egy időközi helyhatósági választás közepette kapta meg és vette át az önkormányzati képviselői mandátumát, és októberben el is kezdte a munkát. Tekintsünk vissza erre a bő egy évre, milyen célkitűzéseket sikerült megvalósítani. Természetesen. Ugye én sajátos helyzetben vagyok karcagi önkormányzati képviselőként, hiszen ugye nem 2019 őszén a rendes önkormányzati választások alkalmával, hanem egy szomorú okból kiírt, ugye egy hivatalban lévő kiváló polgármester önkormányzati képviselő halálát követően 2020. szeptember 27-én időközi választások alkalmával nyertem képviselői mandátumot a választópolgárok bizalmából. Tulajdonképpen azóta eltelt bő egy év, de ez az egy év ez egy nagyon furcsa helyzet volt, hiszen 2020. szeptemberében mandátumot nyertem, 2020. októberében pedig esküdtettem a képviselőtestület és a város előtt, amelyben ugye vállaltam, hogy a város és a választókerület képviseletét ellátom, feladataimat a legjobb tudásom szerint végzem, de éppen 2020. novemberében a járványhelyzet egy újabb hulláma miatt történt kihirdetésre újra az a veszélyhelyzet, ami lehetetlenné tette országosan is a rendes önkormányzati munkát, hiszen a képviselőtestületi hatáskört azt országszerte minden önkormányzat esetében polgármesteri hatáskörbe utalta, és ugye pont abban az időszakban, amikor én elkezdhettem volna ugye a rendes képviselői munkámat, szűntek meg átmenetileg a testületi ülések, és szünetelt a bizottsági munkának ez a face-to-face élő formája. Minden adminisztratív teendő, minden egyeztetés online zajlott, ami messze menően nem ugyanolyan, főleg akkor, hogyha egy kezdőképviselő próbálja ugye a szárnyait bontogatni. Így tulajdonképpen 2021 nyarától tudtam felvenni azt a rendes munkaritmust, amelyet a veszélyhelyzet átalakítása vagy jogi átalakulása tett lehetővé. Azóta ugye rendre vannak testületülések, sőt, ami ugye a képviselői munkának talán kevésbé látványos oldala, de a munka dandárját felfogja, az a szakbizottságokban végzett munka és azok az adminisztratív teendők, amit egy hivatalban lévő választókerületi képviselő az önkormányzatnál gyakorol. A képviselő testület bizalmából én több bizottság munkájában részt veszek, nyilvánvalóan olyanokban, amiket a végzettségem, hivatásom, állásom, képességeim predesztinálnak. Így tulajdonképpen szerepet vállaltam a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság munkájában, szerepet vállalok az Idegenforgalmi, Turisztikai és Külkapcsolati Bizottság munkájában, de amire messze a legbüszkébb vagyok, hogy a képviselőtestület mind a 11 tagja pártállástól függetlenül alkalmasnak találta arra, hogy a Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöki teendőit azt én lássam el. Ez számomra egyébként nagyon nagy megtiszteltetés, és nyilvánvalóan minden szakbizottsági feladatom mellett erre vagyok a legbüszkébb, és itt végzem talán a leglelkesebben a feladataimat. Az elmúlt egy év folyamán én például az Oktatási Bizottság feladat köreibe szépen lassan becsempésztem, vagy tudatosan beépítettem nyilvánvalóan polgármester úr tudtával és jóváhagyásával olyan céljaimat, amit már én egyébként képviselőjelöltként, vagy korábban egyszerű tanáremberként is fontosnak tartottam, így az Oktatási Bizottságba szépen lassan ifjúságpolitikai célkitűzéseket építettem be, valósítottam meg, noha voltak is egyébként szép számmal, csak
a teljesség igénye nélkül, példaképpen megemlítem, hogy az elmúlt egy évben például átalakítottuk a város saját köz- és felsőoktatási ösztöndíjrendszerének kritériumait, kritériumrendszerét, amelynek hatására minden eddiginél több karcagi fiatal nyerhetett egyébként pénzügyi támogatást, ösztöndíjat. Átalakítottuk a szakbizottságok rendszerét a tavalyi év második felében, és külső tagokkal bővültek a bizottságok. A saját bizottságomban ragaszkodtam ahhoz, hogy az oktatási területekhez legyen olyan fiatal külső bizottsági tag, aki még a pályája legelején áll, és ugye egyetemi hallgatóként, pályáját bontogató emberként a fiatalok hangján, a fiatalok érdekében képviseli a város egy jelentős társadalmi rétegét, és egyéb más apró változtatásokkal, most például épp kidolgozás alatt van egy olyan tervezet, hogy a városban stratégiai fontosságú, a város működésében létfontosságú, de egyébként hiány szakmákban indítsunk vagy olyan bértámogatási, vagy olyan ösztöndíjrendszert, amely majd motiválja az itt állásba álló embereket arra, hogy olyan feladatokat lássanak el, amely a város működését okvetlenül meg kell, hogy határozza, hiszen nyilván a közeljövőben például probléma lehet a megfelelő gyermekorvosi ellátottságból, ez csak egyetlen egy példa, amelyet esetleg egy bértámogatással, egy ügyesen célzott ösztöndíjrendszerrel alkalmasint a város orvosolhat, és ebben egyetért a teljes képviselőtestület, egyetért polgármester úr, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ezt például a saját bizottsági munkámban tudom megvalósítani. Úgyhogy igazából párhuzamosan látom el a Karcag 5-ös számú választókerületének választókerületi teendőit. Itt nagyon nagy hangsúlyt fektetek a fejlesztő munkára, tehát én építeni és szépíteni akarom, nem csak ezt a választókerületet, hiszen nyilvánvalóan egy városért vagyunk mindannyian felelősek, vagy mindannyian lehetnénk felelősek, ezt is hozzáteszem, de nyilván ezen belül kutyakötelességem képviselni a választókerületet, és mögötte egyébként van egy más típusú munka, ami nem látszik, de nem lenne miről beszélni a képviselőtestületi üléseken, ha ezt nem végeznénk nagy szorgalommal. Ahogyan említette az 5-ös számú egyéni választókerületnek az önkormányzati képviselője, határoljuk be, hogy hol is található pontosan az 5-ös számú egyéni választókerület, milyen fontosabb intézmények vannak ebben a kerületben, és hát a munkáról is beszéljünk, hogy milyen fejlesztéseket, beruházásokat sikerült megvalósítani. Természetesen. Ugye Karcagváros 5-ös számú választókerülete az annak a 8 egyéni választókerületnek a része, amelyet a közigazgatási átalakítás során ugye a korábbiakból összevonással létrehoztak. Maga a választókerület földrajzilag egy rendkívül nyúlt területet, lehet, hogy nem a legszebben fogalmaztam, de ugye egy nagyon hosszanti elhelyezkedési terület, amelynek az egyik vége az a Karcag keleti peremsávja, a katolikus város, és végignyúlik a Püspökladányi úton a választókerület, a postán és a múzeumparkon keresztül pedig bekapcsolódik a Kisújszállási út egy szakaszába is, tehát tényleg ilyen hosszanti elhelyezkedési terület, amelyik több mint 2000 lakos ölel fel, és érdekes a megosztása is, hogy a választókerület egy része az egyébként városperemi régió, míg a másik része az teljesen a belváros egy szakaszát öleli fel, számos közintézménnyel, amelyeknek a fejlesztése az nagyban függ attól, hogy milyen környezetben helyezkednek el ezek a közintézmények. Megtalálhatóak itt iskolák, általános és középiskolák, megtalálhatóak itt szociális intézmények, megtalálható itt egy múzeum, és egyéb olyan közintézmények, egyébként még óvodák is, sőt épülő óvodák is elhelyezkednek ebben a választókerületben, ami nagyon nagy kihívás jelent, hiszen ugye átalakul, folyamatosan átalakulóban van a karcagi közlekedési szokások, és például ehhez adaptálódni kell. Nagyon nagy örömömre szolgál az egyébként, hogy amikor én képviselőjelölt voltam 2020 szeptemberében, akkor nyilvánvalóan evidens volt, hogy választási ígéreteket teszek, de nagy örömömre szolgál az, hogy ezen választási ígéreteket meg is tudtam már részben valósítani, sőt úgy gondolom, hogy egy képviselőnek mindig számot kell adni arról, hogy amit korábban ígért, azt hogyan tudta megvalósítani. Én, amit ígértem, azt komolyan gondolom, ezeknek egy részét már fizikailag kézzelfoghatóan létrehoztuk, megvalósítottuk, és én szeretném azt mondani, hogy a ciklus végéig lehetőség szerint minden ígéretemet valósággá válthassam. Amikor én jelölt voltam, akkor például pontosan láttam azt, hiszen bejártam a körzetet teljes egészében, hogy nagyon sok olyan oktatási intézmény van, vagy közintézmény, ahol komoly problémát jelent a parkolás, különösen nyilvánvalóan munkanapokon. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy az elmúlt évben, tehát 2021 folyamán nyilvánvalóan jelentős önkormányzati háttérrel, tehát önkormányzati támogatással 20
5 darab parkolóhelyet tudtunk megvalósítani a Forint utcán a Varró István Technikum oldalába, ezzel a Varró utca lényegében tehermentesítve lett parkolás szempontjából. Újabb 22 darab parkolóhelyet tudtunk a József Attila utcán megvalósítani a György István Katolikus Általános Iskola oldalában, és emellett még 17 darab, ha jól emlékszem, 17 darab parkolóhelyet a Varró utcán a szociális intézmény oldalában. Ez nagyságrendileg egy 60 parkolóhelyet jelent, ráadásul jól kiépített, tehát ilyen gyepráccsal szakszerűen kiépített parkolóhelyet jelent, és nem állunk meg egyébként. Nagyon nagy örömöm az, hogy a lakosság felé jelezhetem, hogy a választókerületemhez tartozó városi posta, vagy pontosabban egyes számú posta környéki évtizedes parkolási gondokat tavasz, kora, nyár folyamán az önkormányzat orvosolni fogja. Szintén egy nagy léptékű parkolási beruházás várható, amely a posta környéki tumultust, zsúfolt parkolási gondokat ugye abszolválni fogja, de egyébként szintén parkolóépítés várható a karcagi városházat az önkormányzat háta mögötti szakaszon, ahol árokfedéssel, úttal párhuzamosított parkoló kerül majd terveink szerint kialakításra. Nyilvánvalóan a képviselőnek nem csak parkoló teremtésből áll a munkája, emellett folyamatosan zajlanak egyébként közútfelújítások, nagyon nagy örömömre szolgál például, hogy a Madarász Imre utca a választókerületemben teljesen új útburkolatot kapott, zajlanak a kerékpárhálózat, a bicikliút vagy kerékpárút hálózat fejlesztési munkálatai. Nagyon jól tudja a város lakosság, hogy a Széchenyi sugárúton tulajdonképpen az első ütemben ez már meg is valósult. Átadásra azért nem került, mert jelen időszakban van a piac környéki szakasz kialakítása, ami nyilvánvalóan most munkálatokkal jár, és a munkálatok azok kényelmetlenséget okoznak, de úgy gondolom, hogy amikor készen lesz, akkor egy szép új, és tulajdonképpen a város közössége számára nagyon is használható bicikli hálózat, vagy bicikli hálózat kerül majd kialakításra. Szintén nagy hangsúlyt kívánunk fektetni, nyilván nem csak a saját választókerületemben, hanem mind a 8 választókerületemben a képviselőtársakkal a járdafelújításokra. 2022. naptári évben terveink szerint a Karcag 5-ös számú választókerületben 3 teljes járdaszakasz kerül majd megújításra, tehát a gyalogos közlekedésre is gondolunk. Nyilvánvalóan ez csak egy folyamatnak az eleje és nem a vége, hiszen tudjuk jól, hogy rengeteg járda problémás és az elmúlt évtizedekben ugye felpuklisodott, nehezen járhatóvá vált, ezeket folyamatosan igyekszünk egyébként javítani. Közlekedési infrastruktúra beruházások mellett azért ejtsünk arról szót, hogy a város jelenleg egy ilyen jelentős konjunkturális időszakban van, ahol például munkahelyteremtő beruházások sora valósul meg. A saját választókerületemben is egyébként a Püspökladányi út végén, a Püspökladányi és Telep utca közötti szakaszon egy jelentős élelmiszeripari beruházás lassan a finishbe, tehát lassan a célhoz ér. Ez számos munkahelyet fog teremteni, de én úgy gondolom, hogy bármelyik karcagi büszke lehet arra, hogyha azt mondjuk, hogy a Karcaghoz hagyományosan kötődő malomipari beruházások is zajlanak és a jövőben folytatódni fognak, akár a Vasút utcán, akár a kisújszállási úti malomépületre gondolva, amelyek szintén nem csak munkahelyeket teremtenek, de karcagiként engem kimondottan büszkévé tesz, hogy újra lesz olyan karcagi élelmiszeripari termék, malomipari termék, ami karcagi védjegyet, tehát karcagi termékként fog a boltok polcaira kerülni. Ráadásul ezek a munkahelyek, vagy ezek az álláshelyek, ezek nem csak szakmunkát jelentenek, hiszen gondoljunk bele, hogy egy-egy ilyen hatalmas ipari beruházás a szakmérnökök, élelmiszermérnökök munkáját fogja maga után vonni, tehát amire nagyon nagy szükség van Karcagon, diplomás álláshelyeket is fog teremteni, és úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk közös érdeke. Köszönöm szépen, képviselő úr, az interjút. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tiszaroff az elmúlt évek egyik nyertese, egy sikertörténet. F. Kovács Sándor eddig is és ezután is partner lesz Tiszaroff fejlődésében. Ne vesszen kárba sok közös munka, előre menjünk, ne hátra, nyilatkozta televíziónknak a térség képviselője. Amikor Tiszaroffra látogat az ember, főleg tavasszal vagy nyáron, azt veszi észre, hogy a Tiszaparton van egy település, amely olyan, mint egy virágos kert. Tele virágokkal, zöldelő fákkal, gondozott kertekkel. Öröm azt látni, hogy az elmúlt években Tiszaroff nagyon sokat fejlődött. Fejlődtek a közintézmények, fejlődtek az utak, fejlődtek a turisztikai beruházások,
És nem csak azok látogatnak most már Tiszarofra, akik itt laknak, vagy rokonaik vannak, hanem egyre több turista fedezte fel a Tiszának egyik gyöngyszemét. Én gratulálok minden tiszarofinak, és kívánom azt, hogy ezt a virágos kertet és ezt a fejlődést őrizzék meg a következő időszakra is, mert Tiszarof a Tisza virágos kertje. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!